Akármilyen sorrendben lett is csinálva a világ, az Isten azt jól megcsinálta. Hanem amit aztán az emberek csináltak hozzá, arról másképp lehet beszélni. Ők csinálták a pedagógiát, csinálták a pénzt. Mihelyt a pénz meglett, fiacskám, az egy csomó ördögöt szabadított fel. Ez is jogai, Benny? Nem, ez még szállt. Szia, Zoli! Sziasztok! Örülünk, hogy itt vagy velünk megint. Hasonlóképpen örülök. Ha jól tudom, akkor ma a Jókai Mórról és az egyik Mikszát Kálmánról fogunk beszélgetni. Hú, azt most jó, hogy mondtátok, mert én Jókaira készültem, de nem igaz. A Szentpéteresen. Igen, de az akkor, az Mikszát. Az egy Mikszát mű, igen, igen. És ugye Mikszát műveinek jelentős része az egy tájegységhez kapcsolódik. Melyik ez a tájegység, Zoli? Ez tényleg egy nagyon híres tájegység, ami az egyik leghíresebb novellás kötetének a címében is megtalálható, ez bizony Palócföld, a jó palócoknak a lakóhelye, amelyik hát nagyjából az északi középhegység és a szlovák középhegység között helyezkedik el, történelmi megyékben, Nógrád, Gömör, Heves, Borsod megye területén, és hát arról nevezetes, hogy... Hogy sokat esik. Egyrészt sokat esik, másrészt pedig azért az is szomorú, egy kicsit, hogy ezt a tájegységet is a trianoni békediktátum ugye ketté vágta. És majd egy fontos része, például Mikszát szülő faluja is a mai Szlovákia területén található. És ezen kívül még erre a régióra mi jellemző, azon kívül, hogy ott volt a szülőfaluja, és hogy szeretett erről a vidékről írni? A tájegységnek a tájszólása nagyon nevezetes, a népviselet, a jellegzetes tájételek, italok, illetve hát amit azért Mikszáttal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy ennek a tájegységnek egy különös hitvilága, hiedelemvilága volt, ami Mikszát munkásságára is erősen hatott. Mondjuk ki, hogy tele voltak látomásokkal, különböző hiedelmekkel és babonákkal. Ezt a babonás, látomásos hitet, ezt így a Mikszát is a népmesékkel együtt szívta magába. De ez vajon miért volt? Miért volt ez náluk így? Ez egy különös vidék. Olyannyira egyébként csak, hogy még ehhez a mikszáti forráshoz visszatérve, hogy Mikszátnak az édesapja külön embereket szerződtetett ehhez a szegény kicsit vézna a fiatalemberhez, vagy gyerekhez, akik az ágya végén történeteket kellett mesélniük a gyereknek, hogy a gyógyulást elősegítsék. Sőt, Mikszát nagyanyja, aki a szomszédos faluban lakott, ő úgy adta ki a földeket árendába, vagyis haszonbérletbe, hogy azért Mikszát unokának kellett mondani egy mesét, egy történetet. Lehet azt mondani, hogy ezek a történetek, illetve ennek a régiónak a jellemzői, a jellegzetességei alkotják Mikszát irodalmi munkásságának a magját? Tehát Mikszát imádattal szerette a szülőföldjét, ragaszkodott a szüleihez. Mondta is a gyerekeinek, hogy én azért vagyok ilyen jó hozzátok, mert én csak azt próbálom visszaadni, amit az én szüleimtől kaptam. És hát ez a táj volt az, amelyik ezt az írói gyúanyagot, ezeket az írói anyagokat, hogy úgy mondjam, közvetítették számára, amiből aztán azok a csodálatos történetek születtek, amik a novellákban és a regényekben is olvashatóak. Most, hogyha már kifejezetten a Szentpéter esernyőjéről beszélünk, az is itt játszódik ezen a területen? Ebbe a világba illeszkedik? Nagyon erősen. Mert hogy még azért arról is, tehát érdemes tudni a Szentpéter esernyője szereplőjéről, hogy azokat helyenként ugyanúgy, ahogy a Jópalócok meg a Tóth atya fiak szereplőit személyesen is ismerte. Tehát, hogy azok a mesék, amik elhangzottak akár az ágy végénél is, azok szereplőkkel együtt oda kerültek az írásokba, a sorok közé. Ha a babonákról, népi hiedelmekről beszélünk, a legtöbbünknek valószínű a fekete macska története, vagy a 13-as szám jut eszébe, de ide sorolhatnánk a keresztbe fűzött ujjat is, ami azt jelenti, hogy szorítunk valakiért. Ennek története pedig igazán érdekes, keletkezése a háborúk idejére tehető, mikor ezzel a jellel kívántak egymásnak jó szerencsét az íjászok, akik ezzel a két ujjukkal húzták ki az íj húrjait. Na de ne siessünk ennyire előre, nézzük, miért is alakulhatnak ki ezek a babonák.
hittek abban, hogy valami a természet feletti jelenségnek a következtében történik velünk. Burján István néprajzkutató, vele már többször is találkozhattatok. Most egy olyan házba kalauzol el bennünket, ami egészen a 19. századig repít vissza az időben. Itt nem csak a bútorok, hanem a kellékek is árulkodnak arról, hogy az akkori falusi emberek milyen babonákban hittek. Csak egy-kettőt sorolunk fel, mert szinte lehetetlen lenne a hétköznapi hiedelmeket számba venni. A babaágyban fekvő gyermek kezére például szalagot kötöttek, hogy miért? A kis fiúnak a karjára, a csuklójára egy kék kis pánklikát kötöttek. A kislányra pirosat vagy rózsaszint. És amikor jött a látogató, szomszéd azt mondja, jaj, de szép ez a pici! Ugye ez a, na biztos, hogy nagy hangon mondta volna, és nagyon rá bámult a picire, akkor nem a picit ijesztette meg, hanem őnek is automatikusan erre a színre, vagy a kék színre, vagy a rózsaszínre vetődött a szeme, és egy kicsit megoszlott ez a nagyon nagy rácsodálkozás. De a konyhában is találhatunk babonára utaló jeleket, a teljes köcsögre rajzolt kereszt például ilyen. Hogyha a szomszédasszony meg akarta rontani a másik családot, ugye akkor a hagyomány azt mondta, hogyha ránézett erre a köcsöngre, akkor nem aludt meg benne a tej. Erre hogy tudtak védekezni? Ugye itt van ez szimbolikusan, mintha kereszt lenne vagy csillag, és ez a kereszt, ez a csillag, ez távol tartja a rosszat. És ha már a konyhánál járunk, biztosan eszedbe jut az asztalra kiborult só is. A babona szerint, ha kiöntöd a sót, akkor veszekedésre számíthatsz, ezért azt fel kell venni és a hátad mögé kell dobni a válladon keresztül. Ekkor még az ördögöt is távol tudott tartani. A sóval kapcsolatos babonák szintén régre nyúlnak vissza. A só régen nagyon értékes árucikknek számított, még fizettek is vele pénz helyett. Mivel drága volt, ezért ha kiborult, vitát szított. A hétköznapi babonák után a következő részben az is kiderül, hogy a természeti jelenségeket is kötötték egy-egy népi hiedelemhez. Maradjatok hát velünk! Nemrég beszélgettünk Mikszáth kortársáról, Jókairól, viszont hogyha megnézzük a Szentpéter esernyőjét, azért mégsem ugyanazt a realizmust találjuk, mint mondjuk egy Jókai regénynél. Mi a különbség a két író között? Ugye mind a kettő írói eljárásai között azért szerepel a realista eszköztár, hogy így mondjam, kicsit tudományosabban, de Jókai az egy nagyon erősen mese alapú, romantikus eszköztárral dolgozó szerző volt. Mikszáth abban változtatja meg ezt az írói elbeszélésmódot, látásmódot, hogy ő a mesére és azon belül is az anekdótára több hangsúlyt helyez. Azt is lehet mondani, hogy a Szentpéter esernyője például egy darab nagy anekdóta. Egy darab olyan történet, amelyikben egy egyszerű esernyőnek a megjelenése hirtelenében egy emberek sorsát megformáló, de mégis számtalan, akár mondhatni mulatságos, megmosolyogtató részletet eredményez. Ez ilyen csodák vannak nála, nem? Igazából az, hogy Mikszáthnál ilyen csodák tűnnek föl. Én is azon éveiben gondolkoztam, hogy ez az esernyő hogyan válhatott egy egyszerű hétköznapi tárgyból egy misztikus, csodákkal övezett tárgyá. Igen, tehát talán itt lehet legjobban megragadni ezt a palóc néplélek dolgot, amit az előbb említettünk, mert hogy képesek voltak egy egyszerű látomásból, egy idős emberre arra sétál, és a harangozó már is azonnal hasonlítja mondjuk ehhez a bizonyos Szentpéterhez, de még nem tartott azért, ahhoz azért le kell fújni a kalapot a fejéről a szélnek, és akkor már a kopasz fején rögtön egy Glóriát képzelnek el. Míg a másik egyébként vitatkozva velük, nem ő hozta az esernyőt, hanem az égből Szűz Mária az, aki lejtette, mondta ugye az Adamecné. Tehát őnekik ez az örökös történet, misztika, azonnal kicsit ilyen babonásan és hídelmesen magyarázzák a dolgokat, és ez számunkra, a mai olvasók számára nagyon érdekes, főleg úgy, ahogy ez Mikszáth szépen finoman, mintha ott lenne, mintha most kívülről közvetítené, mintha ő is egy lenne a falusiak közül. Akkor lehet, hogy ezt az egész esernyő történetet, ezt is úgy mesélte neki valaki, nem? Elképzelhető. Amikor kicsi volt. Elképzelhető, igen.
Akkor ez tulajdonképpen félreértéseken alapul, de azért ezekben az emberekben, ezekben a szereplőkben van valami igény a túlvilágira, valami olyan hit. Ilyen csodára, nem? Igen, hogy igen, kell, hogy történjen valami olyan, ami nem tudom, ami megmagyarázhatatlan, vagy ami segít mondjuk elviselni azt a rosszat, ami velünk történhet, vagy ami történik, nem? És hogy arra kell, hogy legyen valami olyan megoldás, amit nem feltétlenül tudunk megindokolni, hogy ez miért van, vagy miért történik. Ugye az egyik legérdekesebb, hogy néha ugye ez a romantikus regények kelléktárában gyakran előforduló véletlen is segíti a csoda megszületését. Hát emlékszünk a történet elején, amikor egyszer csak a teszthalott állapotú illető, hát éppen ott van az esernyő, és az meg így fölébred, és megkérdezi, hogy hol vagyok. Jaj. És az esernyőnek tulajdonítják a csodát. Hát meg utána ugye jelentkeznek, hogy akkor úgy szeretnének házasodni, hogy az esernyő alatt, mert hogy akkor azt gondolják, hogy ez tényleg egy ilyen csodatévő esernyő. És képesek arra, hogy a tehát verőfényes esküvők és egyéb falusi eseményeknél is hoz kellene az esernyő. Hát és úgyhogy tulajdonképpen az esernyőnek magának nincsen semmi, hogy mondjam, képessége, tehát nem tud semmit csinálni az esernyő, ugye, amire azt tudják mondani, hogy ezt tette, és akkor ez csodával határos, hanem egyszerűen csak ott van egy esernyő, és ez elég ahhoz, hogy ezt csodának értékeljék. Ti egyébként hogy álltok a csodákkal? Van, amiben hisztek úgy, hogy mások nem, valami megmagyarázhatatlan dologban? Van is egy ilyen emberi gondolkodásmód, hogy talán akkor tudjuk valamilyen szinten élvezni az életünket, hogyha igyekszünk ezeket a apró kis egyszerű csoda dolgokat így naponta észrevenni, megfigyelni. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. Hogy... Biztos, hogy most ezen így elkezdtem gondolkodni, mint mondtál, hogy biztos, hogy nekem is volt már olyan, amit én nem tudtam megmagyarázni, vagy ilyen nagyon furcsa volt, vagy ilyen furcsa véletleneknek a láncolata okozott valamit, de egyébként biztos vagyok benne, hogy van ilyen, hogy valami egyszer csak úgy csodában, határos módon megtörténik, igen. És Mikszát életében milyen szerepet játszott? Hát nagyon érdekes élettörténete van, ma már felfoghatatlan, hogy például saját maga kezdeményezte feleségétől való elválását, mert egy olyan mély életszakaszba került, amikor nem tudta őt eltartani. Később, amikor újra sikeres lett, és ez a két novellás kötet meghozta számára az országos és egyben a világsikert is, újra megkérte Ilona kezét. De gondolhatjuk azt is, hogy gyerekkorában ugye ez a sok mesélős, anekdótás emberek között volt olyan is, aki ennek a kis Mikszát fiúnak, ennek a kis Véznának, akit itt látunk, elnézést kérünk a híres írótól, de azt jósolták, hogy ő olyan híres lesz, hogy Balassagyarmatot is ki fogják világítani a diszteletére. És lásd csodát, 1910-ben, amikor Mikszát 40 éves évfordulóját, írói évfordulóját ünnepelték, az egyik ünnepi esemény az volt, hogy Balassagyarmat városát kivilágították, és az ő szülőfaluját pedig elnevezték Mikszát falvának. És ez egyébként, amit most meséltél, hogy a feleségétől elvált, aztán később újra elvette, ez csodának számított? Tehát ez csodaszámba ment akkor ezek szerint? Ez egyértelmű. Főleg az asszony részéről, tehát gondoljátok el, hogy ő még ezek után is, hogy Mikszát ráadásul egy kegyes hazugsággal azt mondta, hogy egy más nőt szeret. Tehát nem merte bevallani, hogy most ő azért kezdeményezni. Így már értem, igen. És ezek után újra megházasodtak, és együtt élték le az életüket. Az előző részben beszéltünk arról, hogy a népi hiedelmeket őseink azért is találhatták ki, mert voltak olyan esetek, amire racionális, azaz észszerű magyarázatot nem tudtak adni. Éppen ezért kreáltak olyan történeteket, amivel bizonyos eseteket meg tudtak érteni vagy értetni. De ugyanilyen népi hiedelem legenda köthető természeti jelenségekhez is. A mecsek titokzatos barlangjai, furcsa alakú sziklái vagy akár forrásai mindig jó alapot adtak arra, hogy az itt lakó emberek fantáziáját beindítsa. Az orfűi sárkány legendája már több ezer évre tekint vissza, de még a mai napig is lázban tartja a túrázókat. Hogy miért? Ennek jártunk utána.
A legenda szerint élt egy sárkány Orfű és Abaliget között, aki rettegésben tartotta az embereket. Az elmondások szerint ez a sárkány, hanem a barlangjában volt, rabolt, fosztogatott és emiatt féltek tőle nagyon. Egy napon azonban hatalmas vihar támadt, és a sárkány pórul járt. Akkor a vihar kerekedett, hogy ez egész erdőt és magát a hegyet is megremegtette, megmozdultak a sziklák, és egy óriási sziklatömb begördült a sárkány barlangja elé. Elzárta a kijáratot. A sárkány pedig bent rekedt a barlangban. Ez persze bosszantotta őt, és hatalmas morgást, kiabálást csapott, amit persze a környékbeliek is meghallottak. Fogságba esett, a hegy fogságába. És ahogy a sziklákat mozgatta, a vihar nyomán lezúduló csapadékvíz helyenként nagy szökőkút formájában tört föl a felszínre. Néha, amikor fölébred, morog, ezt lehet hallani, illetve megfürdik a kis barlangi tavacskában, akkor pedig ismét felszínre törnek a szökőkútszerű forrásvizek. A legenda szerint a sárkány ma is él, fogságban, a hegy mélyében. Persze ennek van egy hétköznapibb magyarázata is, igaz, az sokkal szürkébb és lehet nem tartaná ennyire lázban a helyieket, ez pedig nem más, mint Orfű és Abaliget község elhelyezkedése, hiszen a települések mészkő alapkőzeten vannak, ez alatt pedig kiterjedt barlangrendszer található. Amelyek, hogyha megtelnek hirtelen vízzel, például egy hóolvadás után, akkor ez okoz olyan hanghatást, ami morajlást, ami aztán a sárkány hangjának tudható be, és olyan nagy erővel tör fel a hirtelen bekerülő víz, hogy a sárkány kút nevű forrásnál egy mini gejzír alakul ki. Ez a szökőár jelenség azonban egyre ritkább, hiszen egyre kevesebb hó és eső hull a hegyekben, így kevesebb víz van a karcüregekben is. A sárkány legendáját azonban még mindig őrzik a helyiek, hiszen megjelenik a helyi elnevezésekben is. Orfűnél található a sárkány szakadék, illetve ennek aljában a sárkányforrás is, ami szintén a legendához köthető. Mi a szerepe annak, hogy az író megbontva az esernyő történetének időrendjét nem árulja el annak az eredetét? Ez egy nagyon izgalmas írói fogás. Egyetlen célja van, ezt majd mindjárt elárulom, mert hogy ez a fogás az a detektív regények, és egyáltalán az ilyen nyomozós, ilyen történeteknek a sajátja, amikor is ugye az időrend megborul, a helyszínek, a szereplők teljesen más sorrendben következnek egymás után, és az ember óhatatlanul is szeretné valamit, valahogy már egységbe látni az egészet. Szeretné látni a megoldását. És ez, amikor minden ilyen töredezett, akkor ez óhatatlanul is feszültséget kelt. És az ember így napoz tovább, hogy akkor, jaj, akkor azt meg akarom érteni. Még izgalmasabb, hogyha mi olvasók az író által kicsit korábban tudomást szerzünk a megoldásról, de van egy csetlőbotló, vagy mondjuk zseniális nyomozó, aki a történetet végigvezett, és akkor nem azt figyeljük, hogy mi a megoldás, mert mi azt már tudjuk, hanem hogy a nyomozó hogy jön rá. És mint akkor, a Kalambóban, csak itt nincs gyilkos, szerencsére. Így van, de van ugye Vibra Gyuri, aki egyszer csak úgy rájön, szépen lassan, fejezetről fejezetre, hogy hoppá, nekem van egy örökségem, azt arról azért tudott, de hogy azt hogy tudom megszerezni, hol van az? Rájön az esernyő titkára, utána arra is, hogy abba lehet, hogy el volt rejtve egy csekk, és aztán szépen így megy tovább a történet. A Veronkának a bátyja esik bele az út mentén a igen, az árokba. Igen, amikor a legvégén valóban. És kiszabadítja onnan, és akkor tudják meg, hogy az a Veronkának a bátyja. Például az is így van. De hát izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, de főleg ez a legérdekesebb, hogy először megtudjuk, hogy kerül Veronka fölé. Aztán utána a következő hosszú fejezet pont egy sokkal korábbi történet, hogy hol tűnik föl az esernyő.
a kis vörös emberke kezében, aki a frontvonalon ezzel a nagy esenyehel jön, megy és kémkedik, ugye? Ha már a csodákról beszélgettünk, akkor van egy olyan ötletem, hogy mit szólnátok hozzá, hogyha játszanánk egy csodásat? Szuper, benne vagyok. Annyi lenne a feladat, hogy be kellene állóképekbe állnunk. Jó. Egyesével, igazából nem is muszáj egyesével, lehet hozzá kérni segítséget, csak nem mondhatjuk el, hogy mi csodánk, amit szeretnénk megjeleníteni. Jó. És úgy kellene szerintem, hogy három képet csináljunk, mindenki hármat, a csoda előtti pillanatot, a csoda pillanatát és a csoda utánit. Neked van ilyen csodád? Van ilyen történeted? Hát van egy, ami így eszembe jutott a játék kapcsán, igazából nagyon egyszerű. Nem baj. De nekem annó régen az is csoda számba ment, és akkor arra gondoltam, hogy ez lehet, hogy jó pofa lenne, hogyha ezt megmutatnám nektek, vagy megpróbálnák megcsinálni. És úgy kellene szerintem, hogy a három után kellene találgatni, hogy mi lehet az. Jó. És az is találgathat, aki beelsegíteni az állóképbe. Uh-huh. Csak hát nyilván az nem mondhatja meg, aki csinálja. Jó, akkor használj bennünket. Ha már így kitaláltad, akkor kezdte. Jó, akkor... Mit csináljunk? Legyen az az első. Segítség. Igen, most mondjuk mind a kettőtöknek fel kellene állni. Megtettem. Igen. És... Bábú vagyok, használj nyugodtan. Ez az első. Jó. Ez volt a második. Második? És a harmadikhoz, ahhoz már nem fog kelleni segítség. Akkor jó? Jó, akkor legalább én is tudok figyelni. Így van, most nagyon figyelünk. Ez volt a három. Szerintem valami nekem megvan. Cipőkötés, nem? Tehát az benne van meg. Igen. Elestél, és valaki bekötötte neked, segített. Nem, igazából annyi az egész történet, hogy én nagyon nehezen tanultam meg cipőt kötni. És nagyon sokáig nem értették otthon, hogy miért nem megy, amikor egy sima zsinegen meg tudtam kötni a masnit, de valahogy a cipőfűzőmön nem sikerült soha. És ez egy ilyen, nekem egy nagy csoda volt, amikor végre sikerült, meg szerintem a szüleimnek is, hogy végre megtanultam cipőt kötni. Hát ez óriási, ez az igazi csoda. Ez nagy csoda. Nekem összeállt a fejemben egy kép. Azt egy kép? Három kép. Jó. Egy kép, három részre mondtam. Nagyszerű. Lehet, hogy a Barbie nem is nem személy, látom, hanem egy tárgy. Lehetséges. Ez jó, volt az, ez első, az első kép. Igen. Jó, tehát tényleg állnom kell, jobban látom. Következő. Ez a második kép. Második kép, jó. És az utolsó, a harmadik. Valami. Ez a harmadik kép, és ez a vége is a történetnek. Én a harmadiknál. Neked valami? Nem, én a másodiknál hittem azt, hogy megvan. És most a harmadik teljesen elbizonytalanodtam. Számomra is egy picit baladisztikus, homályos, de én azt hittem az elsőnél, hogy valami kiránduláson vagy, és hogy nézel valami helyet. Tehát, hogy valami ilyen kilátó. Kinézel egy kilátón, így van. Nem teljesen, de abban igazad volt, Zoli, hogy egy tárgy a Barbie, már hogy nem általában, igen, hanem ebben a helyzetben. Igen, viszont nem kilátó volt, hanem egy jármű, egy olyan, ami az égen megy. Egy repülő. Ja, amikor először repültél? Aha. Igen, repülő. Másodszor pedig, de valami ilyen kéztartás volt, ez nekem annyira ilyen hangszerre... Abszolút eltaláltad, meg te is, Barbie. A Barbie egy zenész volt, illetve egy zenekar. Elrepültél egy koncertre, amit megnéztél? Szűnyegen? A második kép volt a csoda. Pont azért, mert nem egy koncertre repültem, hanem csak elrepültem külföldre, és ott láttam, hogy a kedvenc zenekaromnak lesz egy koncertje. És akkor a végén én a kedvenc zenekarod egyik zenésze voltam. Igen. A Barbie pedig a kedvenc zenekaromnak a... énekesnője. Igen. Aki legyen az. Ember. Aki valamit csinált velem. Felhívott a színpadra. És tényleg fölmentél a színpadra? Nem, de volt egy ilyen gesztus. Találkoztatok az öltözőben? Nem az öltözőben, még a koncerten. Én az első sorban voltam, és megfogta a kezemet. Igen. Hát ez tényleg, szép. Ez csoda. Köszönjük szépen, Zoli, hogy velünk voltál. Neked meg köszi a játékot, szuper volt. Örülök. Hát csodás volt, és hogyha már itt tartunk, és a műsor végén
azért azt kívánom a nézőknek, a gyerekeknek, felnőtteknek is, hogy olvassátok, olvassuk Mikszát műveit, hiszen ő az, aki nem csak hogy megtanít, hanem átélhetővé teszi azt, hogy ezek a reáliákban eltelő hétköznapjaink, realista perceink között bizony meg kell találni azokat az apró csodákat, amik miatt érdemes élni. Nagyon szép záró gondolat volt. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Sziasztok. Az időjárást jellemző fizikai paramétereket ma már modern mérőeszközökkel határozzuk meg. Ehhez elengedhetetlen a hőmérséklet, a légkörben lévő víztartalom, a szél, illetve a levegő súlyának, vagyis a légnyomásnak a megmérése. A nyomásról, mint fizikai jelenségről a felsős következő adásában beszélgetünk. Tartsatok velünk! Felsős a tévében, felsős az interneten, felsős a telefonon. Most már bárhol, bármikor követhettek bennünket. Töltsétek le a Felsős applikációt, és tudjatok meg minél több érdekességet műsorvezetőinkről, vendégeinkről, témáinkról, stábunkról. Keressétek a Felsős applikációt az áruházakban.